18 székesfehérvári óvodából mintegy 300 gyerkőc vett részt idén a Mesés Kiskertek versenyen. Az óvodások kedvenc meséik jeleneteit alkothatták meg egy kiskert formájában az Icsi-ligetben. Az időjárás ugyan közbeszólt, egy kis időre abba kellett hagyniuk a gyerekeknek az ültetést, de végül egy ágyás sem maradt üresen. A megpróbáltatások miatt idén minden csapat 50 ezer forintos jutalomban részesült, amit játékvásárlásra fordíthat. Az elkészült kiskertek két héten keresztül láthatók majd a ligetben. A program célja a gyerekek környezet tudatosságra nevelése. Erre a kis rendezvényre már évelején készülnek, különböző kis természetes dolgokba készítenek különböző kis díszeket, amit most a mesevilágba, a kedvenc meséjükbe beépítik. Nagyon fontos, hogy újra felhasznált dolgokba csak természetes anyagokat használhatnak, és a legfontosabb a csapatmunka, hogy a gyerekek tudjanak csapatba gondolkodni. A magyar kultúrában több szokás is kapcsolódik pünkösthöz. Az egyik ilyen, amikor az ablakokba vagy a ház kerítéslécei közé tűznek zöld ágakat, virágokat, hogy ne csapjon bele a villám. Székesfehérvárt biztosan elkerüli a mennydörgés, hisz évek óta virágba borul a belváros pünköst tiszteletére. A megnyitón Ugrics Tamás püspöki igazgató és Cserpakovics András polgármester köszöntötte a virágkötőket, akik ötletes és látványos kompozíciókkal díszítették. Tették fel a városház teret. Különlegességgel készültek a virágkötők, most 6 virágkötő és az ő csapatának köszönhetjük meg azt, hogy a belváros virágba öltözött, plusz a Szent Kristóf háznak. Most egy kicsit más koncepciót alkottak és találták ki, ez az ő kezdeményezésük, de napközben én már azt láttam, hogy dacára annak, hogy nagyon bizonytalan az időjárás, mégis sokan jöttek, ültek be, készítettek fotókat, fényképeket, családok, baráti körök, kisebb-nagyobb közösségek, úgyhogy ez mindig egy szép összefogás, pünkös gyönyörű ünnepéhez abszolút hozzátartozik. A hagyományokhoz hűen a Közösségi és Kulturális Központ szervezésében pénteken megkezdődött a Kortárs Művészeti Fesztivál. A nyitónapon Lerner Zsolt alpolgármester köszöntötte a vendégeket. A fesztivál nyitányaként az érdeklődők részleteket tekinthettek meg az Albarigi Alapfokú Művészeti Iskola tehetséggondozó csoportja, az Áruhás Királylány produkciójából, majd megtekinthették Molnár Judit Lilla képzőművész dobozból kitörés című tárlatát. Ez nagy esemény a városunknak, egyrészt nem csak a kortárs művészet miatt, mert a kortárs művészetnek vannak hagyományai, akár a 70-es, 80-as évekre visszamenőleg is a képzőművészetben, iparművészetben, hanem gyakorlatilag egyrészt a zene kapcsán is. Azért gondoljunk bele, hogy a Kodolányinak itt van a jazz tanszéke, Székesfehérváron itt működik, számos nem csak állami, hanem alapítványi művészeti iskolának ad otthont a város, és ezekre igény van. És nagyon örülök annak, hogy a kortárs művészetre is igény van. Idén először a Bartók Béla tér ad otthont a Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak, a Kortárs Művészeti Fesztivál keretében kiállított alkotásainak. Lerner Zsolt alpolgármester köszöntőjét követően Szentes Oktokár, a társaság egyik ikonikus művésze ajánlotta a rendhagyó kiállítást az érdeklődők figyelmébe. A legfontosabb az, hogy itt tudtunk megjelenni a Bartók Béla téren, és egy olyan tárlatot tudtunk összehozni, ami tényleg igényelt ezt a nagyobb méretű teret, két pavilon is elfért, és 23 művésznek láthatóak itt kint az alkotásai.